Pozdravljam naše gledatelje. Pogledajte naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. U tijeku je popis stanovništva. Hrvati u Mađarskoj su ponosni na svoju nacionalnu pripadnost. Okupili ste zborovi Hrvata u Mađarskoj. Kušala su se razna vina i gastronomski proizvodi. U Olasu okupili su se hrvatski vinari i vinogradari. Zbor iz Erčina sudjelovao na susretu hrvatskih pjevačkih zborova. Izveli su hrvatske radske pjesme. U Mađarskoj se održava popis stanovništva. Upitnici se mogu popuniti online do 16. listopada, nakon čega popisivači obići će kućanstva iz kojih upitnik nije zaprimljen online. Narodnosne samouprave traže od stanovništva da odgovore na pitanje o nacionalnoj pripadnosti, jer je popis stanovništva jedini izvor podataka za poznavanje nacionalnog sastava naše države. A magyarországi horvátság hazánk egyik legszínesebb, legösszetettebb kisebbségi közössége. Azonban az egyedi eltérések, a nyelvi, néprajzi sajátosságok ellenére a horvát népcsoportokat is összekötik egymással a legfontosabb hagyományok, alapvető kulturális jellemzőik és a római katolikus egyházhoz való tartozásuk. A 10 évente esedékes népszámlálás, nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdései azért különösen fontosak, mert a válaszok képezik a jogalapját a kisebbségi önkormányzatok megalakításának, a nemzetiségi nyelvhasználatnak, valamint nagy mértékben segítik a nemzetiségi önkormányzatok munkáját. Azt gondolom, hogy ez számunkra egy erkölcsileg és gyakorlatban is nagyon fontos, hogy minél többen horvátnak vallják magukat. Egyfelől ugye őseink évszázadok óta jöttek ezekre a területekre, és megőrizték és megőriztük hagyományainkat, a nyelvünket, kultúránkat, és szerintem ő feléjük is ez egy gesztus, egy jele annak, hogy ez nekünk fontos továbbra is, és ezt féleképpen ki tudjuk fejezni. De a gyakorlatban is fontos, hiszen a törvények szerint azon a településen, ahol nincs legalább 25 nem vallják magukat horvátnak, ott nem lehet kiírni például a nemzetiségi választásokat, tehát ott nem lehet horvát önkormányzatot alakítani. De hát van nyilván gyakorlati haszna is, tehát egy nemzetiségnek az ereje, presztízse az abban is megmutatkozik, hogy hányan voltak magukat horvátnak, illetve a nemzetiség képviselőinek. Azt gondolom, hogy ezért is fontos, hogy azért dolgoztunk az utóbbi jó néhány hónapban elég sokat azért, hogy az embereket fölhívjuk a figyelmüket erre. Különböző módon fórumokat tartottunk, reklámanyagokat készítünk, megpróbáltuk a fiatalokat különböző Facebookon, YouTube-on és ilyen modernebb eszközöken is megkeresni. Remélem, hogy lesz eredménye a munkánknak. Hát volt sok olyan tapasztalat, ami azt mutatta, hogy talán a számok, amiket végén kijöttek, nem biztos, hogy reálisak. Mi azt gondoljuk, hogy azért többen voltunk akkor is, hiszen akkor nem volt lehetőség régebben arra, hogy egy saját magunk kitöltsük, ugye ezt most az utolsó népszámláláson már volt erre lehetőség, és azt szerint is azért is most is arra buzítottak az embereket, hogy ők saját maguk töltsék ki, ne várják meg a biztosokat, de azt gondolom, hogy azzal, hogy például gyakorlatilag átkerültek ezek a kérdések a nemzetiségeket illetően a közepére, ezért nem lehet tovább menni anélkül, hogy valamit oda beírjunk, tehát szerintem ez egy segítség. Mondom is, illetve az, hogy saját maguk is kitölthetik, és azt gondolom, hogy ebbe ez jó lehet. Ami nehézséget okoz az, hogy a kisebb településeken, ugye ott nem probléma, mindenki ismeri a másikat, de a nagyobb városokban bizony nem mindig tudjuk, hogy hol jönnek esetleg azok a horvátok, a kicsit passzívabbak, és őket megszólítani, megtalálni nem egyszerű.
Az Országos Horvát Önkormányzat 1995-ben alakult, kiemelt figyelmet fordít a horvát nyelvű oktatás fejlesztésére, ami a magyarországi horvátság fennmaradásának záloga. Legfontosabb eredménynek a kulturális autonómia megerősítését szolgáló intézmények alapítását és sikeres működtetését tartja. Mivel a magyarországi horvátok elsősorban a határmenti területeken élnek, önkormányzataik és szervezeteik bekapcsolódtak a regionális és a határon átnyúló kulturális, gazdasági, sport és egyéb programokba. Hát egy ilyen nagyon intenzív év volt ez is, most már Istennek a pandémia, azt túléltük, de az idén voltak választások, parlamenti választások, arra is fel kellett készülni, hiszen az országos önkormányzat is listát állított, és nekünk van képviselőnk ugye a parlamentben szószólói minőségben. Aztán itt van a népszámlás, ugye ez nyilván ez meghatározta ezt az évet, de vannak futó projektjeink, amiket szeretnénk befejezni, ha nem is az idén, de talán jövő nyárig. Itt elindítottunk egy Collegium Croaticum nevű szakkollégiumot, amit Budapest és Pécsi telephelyjel, ahol horvát fiataloknak biztosítunk lehetőséget arra, hogy megéljék, jobban megéljék a horvát nyelvüket, kultúrájukat. Abba bízunk, hogy a jövő horvát értelmiség kerülhet ki ebből a szakkollégiumból. Ezt elindítottuk szeptembertől. A pécsi telephelyet azt most újítjuk föl, és remélem, hogy jövő szeptembertől itt is el tud indulni. A Herceg Szántón adtuk át szeptemberben az új iskola a részét, tulajdonképpen egy új épületet az oktatási központban. A budapesti székhelyet is éppen felújítás alatt van. Felsőszentmártonban van egy kulturális és szabadidő és sportközpontunk, annak egy szintén a felújítása ebben folyamatban, úgyhogy van elég sok minden a napi teendők mellett is, úgyhogy intenzív időkben vagyunk most is. A népszavazási kérdőíveket október 16-áig lehet az interneten kitölteni, ezután számláló biztosok keresik fel azokat a háztartásokat, melyekből nem érkezett be online a kérdőív. Početkom listopada sve se vrti oko berbe u Olasu. Pored okolnih vinara predstavile su se i hrvatske gazde. Uz ukusnih jela i dobrih vina, Hrvatska samouprava Olasta je organizirala i kulturni sadržaj. Na priredbu su pristigli plesači kulturnog centra iz Županje, koji su svojim izvanrednom koreografijom zabavljali publiku. U organizaciji Olaske Hrvatske samouprave organiziran je tradicional dan vinogradara i vinara. S kušanje vina s područja Gajiće i Olasa domaćini su pripremili i kušanje kulena, šunke, slanine, sira, kao što se onekada radilo prilikom berbe, a i danas je to tako u boljim kućama kada se spremao doručak za berače, grožđa, rodbinu. Druženju uz vino i ukusne zalogaje prethodio je kulturni program. Ova priredba je dan vina i vinogradara. To je 9 puta priredimo sad i doneli smo iz Županje jednu grupu. Oni su samo prvi put kod nas, zato ne znamo kakve su, ali jako lijepe nošnje imaju. Tu će biti i Katoj, oni će ju pjevati, i Veliki Kozar, i Stipan Filaković sa djecama iz Kud Mohača. Fine delicije dobili smo od naše prijateljice Janje Čaljuković kulena, one proizvode što oni pravu, slavonski kulen, baranjski kulen i vina. Tu je vinari su došli, mislim dvoje, i došao je jedan naš vinar, mladi vinar, Bolaž Boršodi iz Olasa. To je on prvi put i jako je dobro da i on je došao, da i mi možemo malo. I došli su iz Belvard vinarije, oni uvijek su došli na našu priredbu. Sporazum u prijateljstvu Olaska Hrvatska samouprava potpisala je s Gajićkom udrugom prije puno godina i redoviti su godišnji susreti.
Dapače, oni su brojni, sklopila su se divna prijateljstva, Olasci posjećuju i brojne gajičke priredbe, kao što su pudarina, berba, vino i poezija. Evo upravo poslije 10 godina ponovo se nalazimo u Olasu na ovoj prekrasnoj manifestaciji. Došli smo iz Hrvatske i iz jednog malog sela, etno selo Gajić, gdje smo donijeli naša vina i našu gastro ponudu. Mi smo mala udruga vinogradara i vinara Martinovo Brdo, gdje imamo male proizvođače vina, ali uglavnom danas smo poveli vino, donijeli vino i od onih većih vinogradara, kao što su poznata imena, ne znam, Dobrovac, Geršmajer, Varga, Balatinac, Đurin. Znači, tu smo donijeli svoje vino i donijeli smo ono što je jako važno u našoj gastro ponudi, to je naš kulin proizvod, gastro proizvod, gdje smo isto donijeli specijalitete i veliki i mali proizvođača. KUD Mohač već godinama nastupa na raznim organizacijama Hrvatske samouprave Olasa. Da, mi smo kulturno-umjetničko društvo Mohač, ali ovaj put nećemo plesati, nego ćemo jedan blok pjesama iz mojeg rodnog sela, iz Bačke, iz Santova otpjevati. Nema nas sad puno, ima nas 12, znači samo oni baš koji pjevaju. Ja sam na svakoj priredi ovdje, pošto je Ana Rozinger-Ružić, moja prijateljica još iz srednje škole, znači ovdje smo već mnogo puta nastupali i rado dolazimo ovdje uvijek u Olas. Sada je već danas puno, puno teže nego što je bilo ranije godina, jer danas već ima internet, ima mobitel, zabavljaju se s time. Manje ih ima i u mojem KUD-u, ali koji dolaze, oni rado dolaze. Na priredbi su nastupali i plesači Kulturnog centra Igrišće iz Županje, koji su svojim koreografijama obradovali gledatelje. Pa ovdje mi je prvi puta da budem u Mađarskoj, a drži me ovdje to što su mi prijatelji, to što me podržavaju, kako plesati i sve što radimo ovdje. Pa imamo ponedjeljkom i četvrtkom probe, to je 2 puta tjedno u danu. Ovaj put sam odabrala čisto to je to, što je tu, što sam s prijateljem odabrala da idem ovdje, neki ljudi su ovdje bili već koje poznajem, a danas ćemo predstaviti koreografije, to Oj Damije. Svatovski običaj. Pa možda Oj Damije, ovo što ćemo danas plesati. Mi smo došli iz Hrvatske, grad Županja. Na sebi nosimo ovaj kožuščić, veliki dukat, nosimo košuljice, zapreg, imamo još bocuknje i to je to uglavnom. 8 godina sam počela plesati. Kad sam čula od moje najbolje prijateljice da je folklor super i to sve, i mene to isto zanimalo, pa sam se i ja prijavila i do dan danas još uvijek plešem folklor. Naravno da sam našla i nove prijatelje, pa veže nas prijateljstvo jako veliko, svi se dobro, hvala Bogu, slažemo. Svi smo onako koji je jedan tim i drži me zato što smo svi složni, svako ono kako treba, nije da uvijek je red, radi disciplina. Pa ja nemam za ostale, ne znam, ja sam opuštena samo da to sve dobro prođe, polako, smireno i sve će biti u redu. Pa Bunjevka ili Valpovačko, to mi je onako najdraže. U Mađarskoj djeluju brojne hrvatske udruge, knjižnice, klubovi, kulturno-umjetnička društva, pjevački zborovi i tamburaški sastavi. Redovno se organiziraju priredbe na kojima možemo čuti hrvatske melodije u izvadbi hrvatskih zborova, ali priredba koja okuplja zborove iz cijele države već je jako rijetka. Zbog toga ima veliku važnost priredba Hrvatske samouprave Harkanja, susret hrvatskih zborova, gdje se okupljaju hrvatski zborovi iz naselja koja su nastanili Hrvati u Mađarskoj. U organizaciji Hrvatske samouprave Harkanja u sportskoj dvorani osnovne škole Kita i Belpal u Harkanju održan je 3. susret hrvatskih zborova iz Mađarske, na kojem je sudjelovalo 13 zborova. Naš zbor je osnovan 2000. godine, više nego 22 godine sad već u Kukinju. Bilo nas je 14 ljudi,
Radili smo godinama samo kao zbor, pa se onda taj posao proširio plesačima, sviračima i tako, i eto sad imamo kompletno kulturno-umjetničko društvo koje radi. Sad smo danas baš na sastanku zborova, dakle samo zbor učestvuje ovdje. Pa danas ćemo četiri pjesme pjevati, to će biti jedna pjesma a cappella, a tri uz pratnju orkestra, glazbeno, to će biti pjevanje pjeva iz Sokole, pa onda ej čula jesam da se dragi ženi i na kraju ljubimo se. To je većim dijelom Udovo, ali ima tu ljudi neki koji imaju svoju narodnu nošnju, original, i to oblače onda kad imamo nastup. Pored kukinja, na susretu su sudjelovali i pjevačice iz susjednog sela Pogana. Mi smo iz Pogana i zovemo se Snaše iz Pogana. Naš zbor djeluje 1998. godine. Mi pjevamo danas bunjevačke pjesme, naprimjer Ešto čunane, Tri livade i Oj divojko rokoko. Pored zborova Bošnjaka, predstavili su se i zborovi seoskih i gradskih šokaca. Od 13 godina smo, delujemo i Biser, velik, tu je naše ime, da. Marica Kovačević-Kotić, a samo jedan harmonikaš, Vizin Antuš. A tri pjesme smo primili, Gorom jezde, Šta se ono tamo bijeli i Savila se vina, bijela loza vinova. A to je iz Kozara, moja baka je nosila ovu oplećaka, a suknju sam napravila, ja to nisam imala. To je šokačka nošnja, moja baka je uvijek rekla, to je muvačka. Neko davno su dugačke suknje nosili, 20 stoljeća, onda su ovi kratke suknje nosili, oplećke i šta ja znam, i kapice, od dokle su ima i konđe. No, gondje su nosili. 3600 imamo samoupravu Hrvatsku, a ova je već peta. Da. A ja sam od dva izbora predsjednica samouprava. A ženske faženke tu su najvažnije i Hrvatski dan na Sveti Ivana. I badnja večeć režimo i djecama u vrtiću Lucindan i idemo na hodošćašće i ako imamo poziva onda idemo na nastup. Naš kud djeluje 49 godina, na godinu se trudimo proslaviti objetnicu, 50-godišnju objetnicu. I mi evo ovdje smo došli nastupati samo kao plesači s ovim, nismo poseban zbor, nego samo smo izabrali nekoliko djevojaka koje dobro pjevaju i tako smo se ovdje prijavili na ovu smotru. Santovačke pjesme, to su nošnje kud kuda. To je santovačke nošnje, imam na sebi suknje, pregač, zrnje i obleke. Pa većinom šokačke igre, ali iz toga većinom santovačke, Beťarac i nešto iz Santova što se tamo pjevala, posto su to u santovačkoj originalnoj nošnji, tako da smo se trudili onda uz to nešto uzeti. Pa mi imamo repertoar, mi smo tronacionalno društvo, znači njegujemo i hrvatsko, tako i u njemačke i mađarske igre, ali u hrvatskom od Gradišta do Bačke svega imamo i u sve imamo originalne nošnje. Ja sam već jako mlada kad sam počela. Mislim, imala sam 3 godina. Prvenstveno u drugom kudu sam počela i poslije došla u ovoj grupi. Na susretu, osim zborova iz Baranje, sudjelovali su i zborovi iz drugih naselja Hrvata u Mađarskoj, tako su prvi put pristigli i pjevači iz Velike Kaniže u Harkanj.
Pa naš zbor je osnivan 1998. godine, početkom samouprave, osnivanje samouprave u Najčkaniži. Prvi nam je bio zadatak da nekako stvorimo jedan zbor. Taj zbor je počeo svoj rad kao ženski zbor i poslije kroz godina su se uključili i muškarci, muževi i oni koji smo mogli nagovoriti da stupe u naš zbor. I tako broj članova je, mislim, najveći broj nam je bio 35 članova. Nažalost, danas već to je manje. Zbog puno razloga ne možemo isti zbroj već imati, ali trudimo se. To je sreća da zato imamo i nove članove. To je zato dobra stvar, ali sada oko 20 članova imamo. Naravno, najvažniji cilj nam je bio od usnutka da nekako hrvatske pomorske pjesme predstavimo slušateljima. To je nam je osnovni cilj bio, ne samo pomorski, nego međimurske pjesme, ali u repertoaru imamo, mogu reći, sve krajeve hrvatske melodije. Pa naravno u pomorskim nošnjama, danas ćemo nastupati u pomorskim nošnji i naravno naša nošnja je ta nošnja i uvijek ako nastupamo, onda to nošnju nosimo. Hrvati u Mađarskoj su teritorijalno podijeljeni na više područja, tako u naselju Erčinu žive takozvani Hrvati Raci. Kulturni život Hrvata u Erčinu je jako bogat i šarolik, te se često predstavljaju i u drugim krajevima Mađarske. Tako je to bilo i u rujnu na susretu hrvatskih zborova u Harganju, gdje je nastupao i hrvatski zbor Jorgovani iz Erčina. Az Ercsiben működő Jorgovani Ráckórus a helyi Ráchorvát táncházból alakult 2009. júliusában. A Jorgovani Rácz kifejezés, jelentése magyarul orgonák. Első fellépésük 2009. augusztus 14-én a Rácz búcsúkor volt. A 15 tagú énekkar Rácz származású lányokból, asszonyokból áll, akiknek felmenői boszniai ferencesek vezetésével telepedtek le a törökök által néptelenné vált Ercsiben és környékén, 1630-ban és 1690-ben. Azóta őrzik nyelvüket, dalaikat, táncaikat, népi és szakrális hagyományaikat. Céljuk a hajdani, sajátos helyi Rácz egyházi és világi énekek, népdalok összegyűjtése, megőrzése és bemutatása ünnepeiken, rendezvényeiken. Fellépéseikkel szeretnék a helyi kulturális életet színesebbé, gazdagabbá tenni. Hát Ercsiben 16 évvel ezelőtt jött létre egy délszláv táncház, mert ugye a vérünkben van, és a fiaink eljártak mindenhova bálokba, nagyon jól megtanultak kólózni, egy kicsit beszélni is, és ugye hazajöttek, és megalakították Ercsibe a táncházat, és a táncházból egy rövid idő alatt kiváltak azok, akik ezt nagyon jól csinálják, és ő az ő összejövetelükből jött létre a Zorica táncsoport. Ugye Zorica Hajnalka, és akkor ugye maradtak még egy középkorosztály és egy idősebb korosztály ebbe a táncházba, akik hát a színpadra gyors táncokkal nem fértek fel. Hát akkor mit csináljunk? Megalakítottuk a Jorgovani kórust, ugye, az pedig orgonákat jelent, ami már nem olyan fiatal virág, az orgon egy kicsit idősebb virágocska, és mi 13 éve alakultunk, az Zorica pedig 15 éve, ők az idén ünneplik a fennállásukat, több rendezvény. Mi pedig, hát először is mi tulajdonképpen nem azért alakultunk meg, hogy eljárjunk versenyekre, hanem hogy egy kicsit összeszedjük a helyi énekeket, az énekeket, imákat, népdalokat, szenténekeket és mindent, amit még a szüleink és nagyszüleink ránk hagytak. Tehát maga a Jorgovani kórus úgy indult, hogy csak a helyi énekekkel próbáltunk, templomba is és a színpadokon is, a városkánk rendezvényein. Aztán később már ugye a repertoárunk szélesedett, mert amerre mentünk, ahol mindig tanultunk, a mai napig is mindig tanulunk, és hát ha hívnak fellépésekre, akkor nagyon szívesen elmegyünk Ercsin kívül is. Többször voltunk külföldön is, már Ausztriában, Horvátországban sokszor, és hát Magyarországon nagyon sok meghívásunk van dalos találkozókra, nemzetiségi találkozókra. Hát szeretjük csinálni,
és ott jól érezzük magunkat, és a közönségnek is tetszik, és Elcsit is egy picit felráztuk. Az Orgonák énekkar legutóbbi fellépése Harkányban a harmadik horvát kórusok találkozóján volt, melyre három dalt hoztak magukkal. A mai napon viszont nem, hát ezt még nem énekeltük soha, egy Mária Szenténeket énekeltünk, mert Ercsi a Dunamenti népek búcsújáró helye, és ott van egy nagyon szép Mária kápolna, Mária kegykép, Illirác Madonna kegyképünk van, és van egy szenténekünk, amit dr. Katona Puszta Sándor írt, és Halmos László zenésített meg, és ez a Ercsi Máriája, Ercsinszka Mária, Tivelika Gospa, és akkor ezt énekeltük első verszakként, mert hogy ezen a délvidéken ez nem annyira ismert, és akkor utána pedig már két ismertebb éneket énekeltünk, a Zaplakálát elfelejtem, talán a tamburát és a Biseru Plavogamurát, egy kicsit a tengerről is énekeltünk. Hvala vam na današnjoj pažnji, vidimo se opet.